Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Művészet Folyóirat 2022. évi márciusi lapszámának bemutatóján. Ez most egy picit új helyszín, de itt maradtunk a Pesti Vigadó egyik termében, a könyvtár előterében. A Magyar Művészet márciusi lapszáma is annak a törekvésünknek a lenyomatát hordozza magán, amelyik minden művészeti ág bemutatását tűzte ki célul. Most egy színház történeti összeállítás került a érdeklődésünk homlokterébe. Ugye a tematikus összeállítás különféle színház történeti témákat taglal. Az egyik írás, itt köszöntöm Galántai Csabát, aki a szám egyik szerzője, az egyik írás Tamási Áron Énekes Madár című drámájának a keletkezés történetével foglalkozik. Egy másik színház történeti írás, ugye itt helyet foglaló Gajdó Tamási, ő egy Zilahi Lajos dráma bemutatójának a körülményeit dolgozza föl. Több elfeledett vagy kevéssé föltárt életrajzot, színházi rendező életrajzát taglaló tanulmány is helyet kap a lapszámban. Tehát ez a színházi tematika, és ez egészül ki más jellegű írásokkal az eddigi lapszámoktól is megszokott módon. Ugye arra törekszünk, hogy azt a irodalom történeti hangsúlyt, amely eddig azért nagyrészt a magyar művészet lapszámait jellemezte, egyre inkább a társművészetek felé való érdeklődés is kiegészítse, és hát annyit elárulhatok, hogy a következő lapszámaink egyikében majd fotóművészeti témákat fogunk földolgozni, urbanisztika is terítékre kerül, tehát valóban valamennyi művészeti ág és valamennyi művészettudományos, művészeti szakírói diskurzusnak szeretnénk helyet adni a magyar művészet lapszámaiban. És akkor engedjék meg, hogy bemutassam mindazokat, akik most helyet foglalnak az asztalnál. Ugye Ungvári Judit, színháztörténész, a Magyar Katolikus Rádió újságírója, szerkesztője, munkatársa, aki a Beregszászi Magyar Színháznak a megszületéséről, darabválasztásáról, történetéről közül egy nagyon fontos tanulmányt, összeállítást. Ugye Gajdó Tamás színháztörténész, akit már említettem, és akkor itt hívom föl a figyelmet arra, hogy podcast sorozatunk is elindult és meghallgatható. Minden lapszámhoz egy podcast beszélgetés is társul, és a márciusi lapszám podcast beszélgetése Gajdó Tamással hallható, és ugye az örökös moderátor, beszélgető társ Thun László irodalomtörténész főszerkesztő helyettes kollégám foglal középen helyet. Köszönöm szépen, hogy ilyen érdeklődés övezi mindig a Magyar Művészet Folyóirat bemutatóit. Akkor először Ungvári Juditot kérdezem, ahogy mondta Marci is. Az a kérdésem, hogy miért a Beregszászi Színház áll hozzád közel, miért ennek a története érdekelt? Hát először is azzal kezdeném, egy picit azért korrekcióra szorul a bemutatásom, mert színháztörténész nem vagyok, de köszönöm a bizalmat. A rádiós újságíró az nyilván az közelebb áll a valósághoz. A Beregszászi Színházzal kapcsolatosan pedig, hát ez valahogy történetileg így alakult. Most viccesen mondhatnám azt, hogy a név kötelez, mert ugye az mégiscsak a tájékról származik a nevem, és hát tudomásom szerint a családom is, de ami ennél fontosabb, hogy nagyon régóta követem nyomon a beregszásziaknak az előadásait. Azt hiszem, jó, hát mondjuk nyilván nem a kezdetek kezdetétől, de azért az első találkozásom, ha jól emlékszem, ezzel a színházzal egy kisvárdai, tehát valamikor a 90-es évek végén egy kisvárdai fesztivál kapcsán történt, akkor még mint debreceni televíziós voltam ott, és ilyen módon
módon készítettem velük interjúkat. És aztán, mivel hogy én Debrecenben dolgoztam, működtem újságíróként, óhatatlan volt, hogy találkoztam az oda kerülő Vidnyászki Attilával, illetve hát a oda kerülő berekszászi színészekkel, sőt, ugye berekszászi előadásokkal, hiszen a debreceni időszakban, amikor ott volt igazgató Vidnyászki Attila, ez 2006-tól 2013-ig tartott, akkor gyakorlatilag az összes előadásuk szerepelt ott a színházban, megfordultak vele, tehát ezeket az előadásokat én nyilván mind láttam, és hát tulajdonképpen az a fajta nyelvezette, az a fajta fogalmazásmódja a berekszászi társulatnak, berekszászi színháznak, az engem valahogy rögtön megfogott. Nem tudom, igazából én egy ilyen impressionista módon közelítek nagyon sok mindenhez, de még egyébként az íráshoz is, de ott volt egy olyan nagyon mély benyomásom, ami engem megcsapott, nem tudom máshogy megfogalmazni, abból a színházi fogalmazásmódból, amit oda hoztak, illetve amit én láttam tőlük, hogy elsőre azt mondtam, hogy na ez az. És ezt nem tudom máshogy leírni, ez valahogy úgy megtalált. Ez volt az indítatása tulajdonképpen az egésznek. Aztán utána nyilván nyomon követtem a Vidnyászki Attilának a további pályafutását, a színészeinek a pályafutását. Rendszeres nézőjükké váltam ilyen szempontból, és hát ezért alakult ez az érdeklődés így. És miben látod az ő sajátosságát, újszerűségét? Írod valahol, illetve idézed, hogy nem az egyéni színészi játékon van a hangsúly, ha jól emlékszem, jól tudom idézni, hanem egy ilyen csoportos mozgáson, szinte egy csoportos identitás mutatkozik meg. Ez jobb, mint a másik, vagy csak új volt, vagy ez neked akkor fontos volt? Hát azt mondhatnám, hogy ez szokatlan, és hát talán a Tamás meg tud erősíteni ebben, hogy a magyar színházi világban egy picit szokatlan hangvétel, szokatlan nyelvet ütnek meg, és hát inkább csak így fogalmaznék, hogy szokatlan. Nagyon sok ismérve van, jellegzetessége van, mind a Vidnyászki Attila rendezéseinek, mind pedig hát ugye a berekszászi társulattal közösen létrehozott munkáknak, aminek ez, amit itt az előbb említettél, ez egyik eleme. Tehát az a fajta furcsa kollektív színház, ahogyan ők dolgoznak, ahogyan ők együtt működnek a színpadon, ez az egyik jellegzetessége. De ezen túlmenően azért nagyon sok minden más is jellemzi őket, és hát ez picit elválaszthatatlan egyébként a színháznak a történetétől is, hiszen ahogyan ők létrejöttek, ahogyan kialakult, megteremtették ezt a társulatot, annak számos olyan jellegzetessége volt, ami gyakorlatilag ezt a megszólalási módot, ezt a formanyelvet létrehozta. Tehát, hogy nagyon egyszerű, konkrét dolgot mondjak erre példának, tehát tényleg a pajtától a mezőig mindenhol játszottak, ott, amikor ugye létrejött maga a társulat, és járták a kárpátaljai falvakat, erről ugye több helyen interjúkban is lehet olvasni, beszámoltak róla. Ez a fajta metódus, ahogyan ők dolgoztak, ez valahogy kitermelte ezt a fajta stílust, ezt a fajta fogalmazásmódot, azt a fajta egészen sajátos játékosságot, ami megjelenik az ő színpadi produkcióikban, és hát nem csak a kollektivizmus, vagy hogy fogalmazzak, tehát nem csak az a fajta kollektív játék mód az, amiben ez megnyilvánul, hanem mondjuk például abban is, hogy a játékból a színészek időnként kilépnek, kikacsintanak, tehát folyamatosan azzal találkozunk az előadásokban, hogy egy picit érzékeltetik velünk, hogy ez csak játék, és akkor mindig vannak ilyen kis kiszólások, ilyen kis kikacsintások a közönségre, és ezt nem feltétlenül elidegenítő momentumként kell értékelni, hanem egyszerűen érzékeltetik velünk azt, hogy ők nem
Nem, nehéz ezt megfogalmazni. A cikkben egyébként említem is azt hiszem azt az idézetet, amiben egy egyébként elég jelentős román színház elméleti író, aki ezt megfogalmaz, hogy játéklény. Tehát valahogy ez a játéklénység, ez mindig ott van az előadásukban. És ez a másik nagyon tipikus jellemzője ezeknek az előadásoknak. Aztán hát ugye még ezen túl, amit szoktak emlegetni, vagy szokás emlegetni, az a fosztlányosság, az a kicsit mondjuk így, hogy ilyen posztmodern szövete az előadásoknak, ami furcsán dolgozik a szöveggel, furcsa dolgokat rak hozzá a szöveghez, egészen érdekes, izgalmas zeneisége van sokszor az előadásoknak, tehát maguknak a mozdulatoknak zeneisége van, egészen másként használják a teret. Tehát nagyon sok ilyen nem akarok nagyon mindent elsütni, mert hát ugye nyilván van a cikket el kell olvasni, és akkor talán sok minden kiderül belőle, de hogy nagyon sok ilyen jellegzetessége van annak a játékmódnak, ahogyan ők felépítik az előadásaikat, ahogyan ők dolgoznak. Hát talán ennyit, igen, erről. És ezek az újszerűségek az embernek gyakran az jut eszébe, hogy egy idő után modorrá válhatnak, valahogy elmaradnak, vagy valahogy tovább lépnek, még mindig fogva tart ez a színház, vagy hogy változott a viszonyod, most már van rá tekintés? Az az érdekes, hát ugye nyilván azért itt ez megint csak a történetéből következik a Beregszászi Színháznak, hogy ugye az ő életükben a nagy fordulópontok, a nagy változások, azok óhatatlanul összefonódtak a Vidnyánszky Attilának az életútjával, illetve hát az ő életútjának a fordulópontjaival, hiszen hát ugye Debrecenbe elszegődött színházigazgatónak, hozott magával Beregszászi színészeket Debrecenbe. Akkor hát ugye a Nemzeti Színházi igazgatói helyzetében megint csak azt látjuk, hogy a fő embereit, a fő színészeit, akikkel ugye ezt az egészet elkezdte, azokat itt találjuk a Nemzeti Színházban most. Tehát ezek a fordulatok, vagy ezek a fordulópontok azért egy kicsit vissza is hatottak a Beregszászi Színházra. Nem is mindig pozitívan, hiszen ugye ahogy távolodtak el ezek az emberek, ezek a jelentős alkotók a Beregszászi anyaközektől, gyakorlatilag nyilván megnehezült az, hogy akik ott maradtak, azok hogyan tudnak kapcsolatot tartani, hogyan tudnak oda ugye visszatérni. Mindegyik visszajár és visszatért, és ugye mai napig a Vidnyánszky Attila a Beregszászi Színháznak a művészeti vezetője, tehát mondjuk így, hogy a szellemisége az megmaradt, az ott maradt ennek a dolognak, és ugye a színészek is visszajárnak játszani. Tehát nem szakadtak el, nem tépődtek el ezek a szálak, de azért nyilván, hogy az megérződött, hogy a jelentős alkotóknak a távozásával egy picit tehát az a generációja a beregszásziaknak, aki nem az első társulati, tehát nem az alapító társulathoz tartozott, hanem egy generációval későbbi, azok ugye ott maradtak, és egy picit néha érezhető volt a tanácstalanság, én úgy gondolom, hogy próbálkoztak, de nehéz. Tehát amikor ennyire egy alkotóhoz kötődik a csapatnak a munkája, nagyon nehéz megtalálni azt, aki ezt az űrt mondjuk valamelyest pótolni tudja. Érdekes módon most viszont az utóbbi időszakban úgy néz ki, hogy találtak, egyre jelentősebb előadásokat hoznak létre az Oleg Melnyicsuk nevű rendezővel. Például ugye Kispont Kisvárdán megint, ugye a Kisvárdai Színházi Fesztiválon mutattak be olyan előadást tavaly, tehát ez egy évvel ezelőtt, igen, júniusban van a Kisvárdai Fesztivál, tehát tavalyi Kisvárdai Fesztiválon mutattak be egy olyan előadást, ami azóta a legjobb nagyszínházi előadás díját nyerte, azt hiszem novemberben Ukrajnában. Tehát valamire mégiscsak megint rátaláltak, tehát a közösség mégiscsak megtalálta magának azt az embert, akivel szintén tudnak jelentőset létrehozni. Ez mindenképp egy pozitívum, én szerintem. És van rálátásod a
nem magyar hagyományaikra. Hát nyilván a magyar színjátszás az egyik, ami alakította a társulatot, a másik ez a kényszer, hogy hát ők látják el azt a környéket, tehát ugye vendégszerepelniük kell különböző helyezeken, de az ukrán meg az orosz színjátszás mennyire van jelen? Bizonyos, hogy rajta hagyta nyomát a beregszászi alkotókon, és hát ugye a Vinyánszky Attila Kijevben végezte az egyetemet, tehát ez óhatatlan. Ráadásul ugye egy olyan időszakban, még akkor ugye a Szovjetunió időszaka volt, illetve hát a frissen felbomlott Szovjetunió időszakában, tehát ők még dolgoztak együtt jelentős orosz alkotókkal, ezzel csak ezt akarom mondani, illetőleg hát ugye az ukrán színházi életnek a színe javával vagy egy időszakban járt az egyetemre, és ugye máig jó kapcsolatokat tápol, ugyanazoktól tanultak, tehát nyilván, hogy nyomot hagy az a világ. Nagyon nehéz egyébként megfogalmazni, hogy miben érhető tetten ez a nyom. Én tettem valamiféle kísérletet a szövegemben arra, hogy ezt megpróbáljam megfogalmazni, de tényleg nagyon nehéz, viszont azt azért lehet érzékelni, hogy teljesen más ez a típusú színházi felfogás, illetve teljesen más eszközöket használ, mint mondjuk a romániai színház hatását élvező erdélyi színházak, hiszen ott is azért ugye a román színházi kultúra valamennyire nyomot hagyott az erdélyi színházaknak a jellemzőin. Nehéz, tehát nehéz megfogni. Az biztos, hogy amit én itt, meg hát ugye nyilván én az ukrán színházat csak akkor látom, amikor ide eljönnek, amit én itt láttam a például a Mitemeken, a Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozókon rendszeresen megszokta hívni Vinyánszky Attila, ugye, illetve hát a Nemzeti Színház az ukrán színházakat. Abban én látok hasonlóságokat, tehát a megközelítésmód, az eszközhasználat, ahogyan a szimbólumokat kezelik. Szóval nagyon sok olyan apró dolog van, amiben észlelhető valamiféle hasonlóság. Én azt tudom, mert ugye azt a Vinyánszky Attila folyamatosan elmondja, hogy ő próbál egy olyan nyelvezetet keresni a magyar színpadon is, ami a mi gyökereinkből fakad, de tulajdonképpen még az is, hogy ezt a nyelvezetet keresi, még az is egy picit táplálkozik abból, ahogyan az ukrán színházban próbálják keresni a saját gyökereiket. Egyébként erre nagyon szép példát láthattunk az elmúlt Mitemen a Limerivna című előadásban. Nagyon-nagyon hasonló világ, és nagyon-nagyon szép világa volt annak az előadásnak, ahogy egy klasszikushoz hozzányúlnak úgy, hogy az modernné tudjon válni a színpadon. Biztos, hogy vannak ezek a közös pontok, én úgy gondolom. Tehát mondjuk egyébként pont a Vinyánszky mondta azt egyszer, hogy az az érdekes, hogy ő rá Magyarországon azt mondják, hogy túlságosan oroszosan rendez, ott meg azt mondják, hogy túlságosan magyar. Tehát ez egy érdekes dolog, ez egy érdekes kulturális játék, hogy hogyan hat egymásra két színházi kultúra, vagy több színházi kultúra akár. És hogy látod, hogy milyen műhelyek vannak most a mai magyar színházban, vagy akár a határon túliakra is szűkíthetjük, de akár az összerve, tehát mondjuk Kassa tölt be olyan szerepet, vagy délvidéken van, Erdélyben nyilván vannak, és hát a magyar színházakban mik a hangadók, vagy ezek időlegesek, vagy vannak állandó csillagok, hova tennéd ezek között a beregszásziakat? Mondom, szűkíthetjük csak a határon túliakra, igen, de igen. Ha van erőd, az egészszer is foglalkozik. Igen, igen. Nagyon érdekes az, hogy hát ugye pont Kassát említetted meg, hát ugye ide lehet mondani Kolozsvárt is, hogy ugye a két legrégebbi, ha jól tudom, mert mondjuk annyira az évszámokban nem vagyok nagyon jó, de ha jól tudom, ez a két színház a két legrégebbi, ami most már ugye határon túl van, hát
valamikor ugye ezek nagyon-nagyon alapszínházi műhelyek voltak a magyar színházi életben. De, és ehhez képest a Beregszászi Színház például a legfiatalabb, mert ugye ez a 90-es években jött létre így, ebben a formában, és ott nem is nagyon volt. Tehát igazából Kárpátalján például nem volt olyan múltja a színház csinálásnak, mint mondjuk Kassán vagy Kolozsváron, amiket említettem. Egyetlen egy, ha jól tudom, ott például egyetlen egy népszínházi törekvés volt valamikor régebben, de igazából hivatásos társulata ez az első, és ez működik ugye 93-tól. Tehát nagyon-nagyon különböző helyzetűek ezek a színházak. A délvidéki színházak, ott ugye például több is van, a délvidéki színházak kultúrája ugye gyakorlatilag a Trianon utáni időkben nyilvánvalóan, hogy ahhoz a délszláv kultúrához ugyanúgy közeledett, mint ahogy mondjuk már előbb említettem ugye a erdélyi színházakat a román kultúrához valamelyest közeledtek, illetve hát hatással volt, így fogalmazom, oda-vissza hatással voltak egymásra. A Beregszászi Színház igazából ezeket, amiket nagyjából elmondtam, ezeket a hatásokat viseli magán. Nagyon nehéz lenne ugye másról beszélni, mert mondom, ahhoz még nagyon fiatal. Hát 25 éves évfordulót ünnepeltek nem olyan régen, tehát még egy negyed századon vannak éppenséggel túl. Nagyon, nagyon nehéz így összehasonlítani ezeket a színházi műhelyeket. Vannak, ugye az erdélyi színházak között vannak olyan műhelyek, amelyeknek nagyon nagy rangja van. Nagyon nagy rangja volt, és ma is tulajdonképpen nagyon nagy rangot képviselnek, ilyen a kolozsvári, amit ugye már említettünk. Aztán vannak egészen speciális színházak, akkor maradva Erdélyben, ahol egészen érdekes és nagyon jó kísérletek folynak, nagyon jó törekvések, ilyen Sepsiszentgyörgy például, vagy szintén nem olyan régóta, tehát hogy nem olyan nagy múltú a gyergyói figura, vagy jól mondom, figura, igen, a gyergyói figura. Tehát hogy ezekben nagyon izgalmas dolgok történnek, hasonló módon kísérletező kedvűbb színházak, talán ilyen értelemben rokoníthatók a beregszásziakkal, de hát teljesen más a világ, meg az a nyelvezet, amit megfogad, és mind persze alkotókhoz is köthető, rendezőkhöz, ugye például a Sepsiszentgyörgyi, Bocsárdi Lászlóhoz, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon meghatározóak azok az alkotók, akik ezekben a színházakban dolgoznak. Felvidéken ugye ott kettő van, amiről még nem ejtettem szót, ugye Komárom és Kassa. Talán a Kassai Színház az utóbbi időszakban egy picit, hát nem is tudom, hogy mondjam, mondjuk így, hogy konzervatívabb lett, mint színházi műhely, tehát inkább így fogalmazok, hogy kevésbé kísérletező, most így értettem ezt a szót. De nagyon izgalmas dolgok történnek egyébként a határon túli színházakban. Én az elmúlt 5 évben folyamatosan részt vettem a Kisvárdai Fesztiválon, ahol ugye döntően ezek a színházak vesznek részt, és mérik össze egy picikét magukat. Hát elképesztően izgalmas a felhozatal. Én egy picit hajlok arra, persze ez lehet mondani, hogy szélsőséges ez a vélekedésem, de picit hajlok arra, hogy izgalmasabb dolgok történnek néha, mint határon belül. Azt majd végig lehet, hogy megkérdezem a jobb oldalamtól is. Végül még egy kérdés, hogy most az utóbbi hetek mennyire befolyásolják azt, mit tudsz a színházi történésekről, tudsz-e valamit? Hát annyit tudok, de ez visszakereshető egyébként nyilván a híradásokban is, hogy például a Beregszászi csapat pontosan akkor jött Magyarországra vendégszerepelni, amikor a háború elindult, és gyakorlatilag tehát február 24-én jöttek át, mert a Tótékkal jöttek vendégszerepelni a Nemzeti Színházban, és hát ezzel még éppen szerencséjük volt,
mert ugye ott utána jött ki az, hogy a férfiakat már átsengették a határon, tehát ők még éppen át tudtak jönni, és hát most ilyen kényszerű vendégségben tartózkodnak Magyarországon. A Nemzeti Színház egyébként azzal próbálja segíteni az ő helyzetüket, hogy azóta néhányszor műsorra tűzték, tehát ennyit változtattak a műsoron, és műsorra tűzték a Tótékat is, meg egy-két olyan előadást, amit ők szoktak rendszeresen játszani, és hát most itt vannak, aztán meglátjuk, hogy fordul ez a szituáció. Úgyhogy ez most őket így befolyásolta, nem lesz egyszerű semmiképpen, úgy gondolom, ez a helyzet, még hogyha ez valahogy abba is marad, ez a szörnyű háborúság. Jó, nagyon köszönöm, és akkor Gajdó Tamással folytatjuk. Te Zilahi Lajos egy bemutatójáról írtál, aminek két színház történeti nevezetessége is van. Úgyhogy ennek egy híres előadásnak kellett volna lenni, és mégis te tárod föl talán először. Mi is ez a két dolog, és miért nem figyeltek eddig erre? De valóban ennek egy híres előadásnak kellett volna lenni, hiszen eléggé nagy hírverés előzte meg ezt a bemutatót. Ez egy Zilahi Lajos Úrilány című darabjáról van szó, amelyet talán úgy ismer mindenki, mint egy filmet, mert később ebből készült egy film is, egy Lány elindult címmel, amelynek Páger Antal és Szörényi Éva volt a főszereplője, és játszott benne Rózsa egyik Kálmán is, tehát ez egy eléggé sikeres film volt. De térjünk vissza a bemutatóra. Zilahi Lajos írt egy vígjátékot, amely, hát messzebbre kell menni, bocsánat, Zilahi Lajosnak volt egy Tűzmadár című darabja 1932-ben, amelyet a Bárdos Artúr akkoriban megnyíló művész színháza mutatott be a Révai utcában, ahol most a Vidám színpad helyén most van egy új színház, most nem jut eszembe a neve. Centrál Színház, bocsánat. Tehát ott mutattak be, Muráti Lili volt a főszereplője ennek a darabnak, és hát nagyon jól sikerült ez az előadás, és Bárdos Artúr úgy gondolta, hogy Zilahi Lajos az egy remek név, egy nagyon jó szerencsét hozó ember, és olvasta egy novelláját az Új Idők című labban, és azt mondta, hogy ebből a novellából egy darabot kéne írni. És akkor nagy nehezen ez a novellából ez a darab elkészült, de valószínű, hogy azért készült csak el, mert már szerződés kötötte Zilahi Lajost egy újabb bemutatóra, és ez abból derül ki, hogy előkerült ez Bárdos Artúrnak a levelezése, amelyről eddig mit sem tudtunk, és ebben az óriási gyűjteményben Zilainak számos levele megtalálható, amely erről a bemutatóról szól, mert szerencsére Zilahi nem otthon ült és írta a darabot, hanem mindenfelé járt a világban, és ott próbálta befejezni ezt a művet, és ezért kényszerült arra, hogy levelekben számoljon be arról, hogy hol tart. Kiderült, hogy egy kicsit más lett a darab, mint amit a novellában elkezdett, és ugyanakkor Zilahi azt is szorgalmazta Bárdos Artúrnak, aki jobbnál jobb tanácsokkal lát el, hogy kellene ezt a darabot még frappásabbá tenni, hogy ne a Belvárosi Színházba mutassák be először, mert ha ott bemutatják és megbukik, akkor kész, hanem vigyék el vidékre, és csináljanak egy próba bemutatót, mert ez Angliában és Amerikában egy teljesen bevett dolog, hogy csinálnak egy ilyen próbát, és ott még utána, amikor a közönség nem tapsol, nem nevet, unatkozik, vagy rossz helyen nevet, vagy rossz helyen tapsol, akkor azt még lehet javítani, sőt, még odáig is elmentek, hogy a közönséget meg is lehet kérdezni, hogy mik ennek a darabnak a hibái. És ezt valahogy Bárdos Artúr magáévá tette, valószínű, hát nem tehetett mást, mert Zilahi Lajosban látta a színháznának a felvirágoztatóját, szóval hát ez egy olyan helyzet, amikor a két alkotó összetalálkozik, és akkor már nem nagyon lehet engedni a másiknak. És akkor először arról volt szó, hogy Szegeden rendezik meg ezt az előbemutatót, leviszik oda a díszletet, leviszik oda a szereplőket, és az ottani színházban eljátszák,
De kiderült, hogy ez nagyon sokba került volna, és egy másik megoldás után néztek, és kitalálták, hogy Győrben legyen ez az előbemutató, ez a próba bemutató. És mert Győrnek van egy új kultúrháza, ami ugye 1935-ben járunk. Jól mondom? Igen. Remélem. A körül emlékszem. Hát igen, 1935-ben. Tehát a film az biztos, lehet, hogy a darab az 30 éves. Tehát megnyílt Győrben ez az új kultúrház, ami aztán egészen az új színház felépültéig a győri kisfaludi színháznak volt a játszóhelye. És ez kicsit hasonlított a belvárosi színházhoz intimitásában, a nézőtér nagyságában, a színpad nagyságában. Meg is hát feltétlenül az, hogy közel volt Budapesthez. Tehát nem kellett a díszleteket vonatra tenni és vagont bérelni, hanem elég volt egy teherautót fogadni, és a győri országút, ami ugye kiváló minőségű volt, hiszen Bécsben arra mentek az emberek, meg arra ment a forgalom. Tehát ezt nagyon könnyen megoldották, tehát le tudták vinni a díszleteket. Azért írott, hogy nem olyan szerencsés volt az út. Igen, tehát azért volt persze egy baleset, egy azt hiszem árokba borult ez az autó, és ott megrongálódott néhány díszlet. Tehát azért ott Győrben, amikor megérkeztek, Gara Zoltán volt a díszlettervező ennek a darabnak is, akkor azért körbejártak a előkelő családoknál, és az egyik csillárt valahonnét el kellett hozni, mert természetesen hát mi törik össze a teherautón a csillár, vagy az üvegáru. Úgyhogy egy kicsit az egész próba bemutatónak volt olyan színezete, mintha a reformkori vándorszínészetet idézték volna meg, és az újságokban sűrűn emlegették Dérinét és az Echo szekereket is, például ennél a Momentumnál. Tehát levonult a társulat, autóbuszra ültek, és ott Győrben eljátszották mindezt. De nem is lett volna ez egyébként ebben semmi különös, de a kultusz kormányzat is bekapcsolódott ebbe az akcióba, és a minisztériumi színházi osztálynak a fővezetője is megjelent ezen a premiéren, mert ugyanakkor a vidéki színészetnek a színvonalát is emelte ez a vállalkozás. Tehát itt két legyet ütöttek egy csapásra, hogy ilyen prózaian mondjam, kipróbálták ezt a darabot, és azt is lehetett hirdetni, hogy Lám Győrben micsoda színvonalas színház élet bontakozik ki. Hozzá kell ehhez tenni azt, hogy Győrben egyébként is bajok voltak a színházzal, mert a kultúrház megépülte előtt, nem nagyon volt hol játszani, és Sziklai Jenő volt akkoriban az igazgató Győrben, és a Színész Egyesület kölcsönt is fölajánlott ennek a kultúrháznak a befejezéséhez, tehát valóban fontosnak tartották, hogy a győri közönség, hát méltó körülmények között nézhessen színházi előadásokat. Na most, ugye ez óriási fölhajtás kísérte ezt a bemutatót, hiszen volt miről írni. Tehát meg lehetett azt írni, hogy ilyen még nem volt Magyarországon, hogy lement a társulat, hogy a győri szabászok és ruhavarrók egész éjjel dolgoztak, a fodrászokról nem is beszélve, és ahelyett, hogy egy ilyen műhely munka bontakozott volna ki a győri kultúrházban, egy előpremiért, vagy egy kis premiért rendeztek ott, és ugyanolyan fényes külsőségek között zajlott ez az esemény, tehát nem se híre, se hamva volt annak, vagy szóba se jött nagyon az, hogy ez egy főpróba, vagy egy nyilvános próba. És ugyan Zilahi aztán odament a banketten a résztvevőkhöz, és próbált őket rávenni, hogy valami hibát legalább találjanak, de hát nem nagyon találtak, illetve ha valamit is találtak, hát nem nagyon javított rajta semmit. De az a poénja az egésznek, hogy Bárdos Artúr azt írja a könyvében, hogy ezt követően a darabot többször átírták még az előadások közben, tehát akik egy héttel korábban látták a művet, azok egészen más véggel látták, és sokszor összevesztek azon az ismerőseikkel, hogy ki mit látott, és meggyanúsították, hogy nem is figyelnek oda rendesen a színházba. Tehát ezt a jelenséget rögzíteni. Annál is inkább volt ez talán érdekes, mert kiderült,
miután én ezt már akkor célzatosan kutattam, hogy Zilahi a későbbi darabjait is elvitte vidékre. Tehát volt egy próbapremierje Miskolcon is, azt hiszem a Szűz és a Gödölye, a Magyar Színháznak a bemutatója, de most lehet, hogy most benne van a labban, el kell olvasni, hogy engem igazoljanak. Vagy hogy engem, igen, hogy az igaz mondásomat ellenőrizhessék. Tehát, hogy Zilahi ezt komolyan gondolta. És aztán a háborús években is még, amikor a Nemzetibe vitték szélre az egyik művét, akkor is akarta, hogy ezt vidékre vigyék, de akkor már a háború nem tette ezt lehetővé, hogy ez egész társulat leutazzon, és hogy oda költözzenek. Na most ráadásul kétszer játszották el Győrben, tehát akkora volt az érdeklődés. És az is különös, hogy a híradások szerint ott ugye ez a bemutató arra is alkalmas volt, hogy a győri társadalmat egyesítse egy kicsit. Hiszen gondoljunk arra, hogy Zilahi Lajosnak a felesége Bárci Piroskának hívták. Bárci István volt Budapest főpolgármestere, tehát volt egy ilyen háttere ennek a műnek, és ott volt Bárdos Artúr és Hermann Richárd, akik mondjuk a polgári Magyarországot képviselték, tehát ők a győri polgárságnak azt a részét is, mondjuk a zsidó polgárokat is meg tudták szólítani, de ugyanakkor eljöttek a győri katonatisztek, a győri hivatalnokok, közhivatalnokok, tehát egy alkalmas volt ez a Zilahi mű arra, hogy egy ilyen össztársadalmi érdeklődésre számot tartó premier legyen belőle. Na most még azt még nagyon fontos elmondanom, ha még lehet. Lehet, igen. Hogy arról szól a darab, hogy egy Erdélyből ide menekült család, Budapestre menekült család nem tud elhelyezkedni. Se az édesapa, se a fiú, se a mama, csak a lány. Jankának hívják a lányt, csak neki van egy 80 pengős állása. Ebből a 80 pengőből tartja el a családot. Hát idáig egy tipikus társadalmi rajz, egy olyan darab, ami akkoriban szokásos volt, nem csak Zilahi írt ilyeneket, hanem mások is. Tehát a társadalmi problémákat vitték a színházba. Akkoriban kezdődött ez a kifejezés, hogy Zeitstück, és ezekre a művekre értették. Ugyanakkor Zilahi nem akart ebből egy ilyen véres társadalmi konfliktust faragni, hanem vígjátékká szelidítette. És aztán a rossz nyelvek szerint ez a vígjátéknak vannak olyan részei, vagy vannak olyan mozzanatai, amelyek már inkább ilyen bohózati elemeket tartalmaztak. Tehát azért mondom, hogy ez nem lett olyan sikeres műve sajnos Zilahinak, és valóban, hogyha a filmet megnézzük, akkor úgy tűnik, hogy hát ez ugyanolyan tucat film, mint a többi, tehát amikor a vezérigazgató elveszi a gépírólányt, mert itt is egy happy end lesz a filmnek a vége. De most tényleg már nem mondom el. Nézzék meg a filmet, vagy olvassák el a művet. A legrosszabb eset, olvassák el a lapot. Hát az a legjobb eset, vagy szerintem. Jó. Lehet fordítva is, igen. A lapot mindenképpen olvassák. A másik még a tapsról is mondjál két szót. Ja, igen. És aztán Zilahi nem állt meg itt a reformokkal. Azt még lehet, hogy hozzá kellene tenni, hogy Zilahi Lajos nem nagyon ismerjük. Tehát egy nagyon jó monográfia nagyon, nagyon el kellene róla. És abba bízom, hogy ha valaki ezt majd elolvassa ezt az írást, akkor esetleg kedvet kap ahhoz, hogy Zilahival foglalkozzon. Mert Zilahi nem csak íróként volt jeles vagy jelentős, filmeket is csinált, filmrendezőként sem volt talán már ismeretlen, és hát a színházhoz is nagy affinitása volt. Tehát próbálkozott sokféle darabbal is, és az volt az egyik elképzelése, hogy nem lehet azt, hogy a jelenetek után tapsoljanak a nézők, és a felvonás végén kihívják az írót. Tehát ott kihirdették Győrben, Bárdos Artúr mondott egy prológust, hogy kérem szépen
színészek csak az előadás végén köszönik meg a tapsot. Ugye vannak már korábbi plakátok, amelyeken ott van a szöveg, hogy a színészek csak a felvonások végén köszönik meg a tapsot, mert ha egy színházi előadás is hasonlóképpen zajlott le, mint egy opera bemutató, hogyha vége volt a jelenetnek, és a színész kiment, akkor tapsoltak. De nem volt elég, hogy tapsoltak, vissza is jött, és meg is hajolt. És akkor, tehát ugye megakasztotta az előadást. Na most Zila úgy gondolta, hogy ne legyen az, hogy az első felvonáson taps van, és ő háromszor meghajol, vagy 12-szer meghajol, mert hogyha olvasunk kritikákat, akkor mi van a kritika végén? A szerző az első felvonás után 8-szor, a második után 12-szer, és a végén 30-szor jelent meg a függöny előtt. Tehát ő ezt nem akarta, és ezért azt mondta, hogy csak a végén lesz taps, na de aztán a végén azért aztán kijött és hajlongott. Hát természetesen hát ez egy illendő dolog, tehát az nem kell Zilahírnak a szemére vetnünk, hogy élvezte a sikert, tehát hogy ne élvezte volna, hát azért írta a műveket. Akkor most ugorjunk egy pillanatra a szakmádra. Ugye Judit azt mondta, hogy ő nem színháztörténész. Te viszont az vagy, hogy lesz valaki színháztörténész, hisz akkor még ilyen egyetemi szak nem volt. Hát igen, ez érdekes kérdés. Igyekeztem. De szóval, amikor írtam a szakdolgozatomat Molnár Ferencből, akkor elolvastam azokat a műveket, amelyek az ő színházi bemutatóiról szóltak, és akkor most lehet, hogy most itt egy furcsá fog hangzani, ne haragudjanak meg ezért, és akkor láttam, hogy sok minden nincs még feldolgozva, és úgy gondoltam, hogy hát talán ezt én meg tudom én is csinálgatni. Szóval nem kell hozzá olyan... Nem tudtam persze, hogy mi kell hozzá, de úgy éreztem, hogy van mit kerestem ezen a téren. Tehát most foglalkozhattam volna Nagy László költészetével, de az lehet, hogy nem lett volna olyan hatékony, mert azzal nagyon sokan foglalkoznak. Ezzel meg alig-alig foglalkozott valaki a színház történettel. És hát nagyon a 20. századi színház, főleg a század eleje, az nagyon számtalan olyan jelenséget lehet ott találni, ami érdekes, és azt mutatja, hogy itt valami megmozdult, és igyekeztek az európai színházhoz felzárkózni. Nem csak a Thália Társaság, hanem a Thália Társaság után jó néhányan. Ugyanakkor azonban ez egy hát hogy is mondjam, ingoványos világ volt, tehát nem sikerült. És rendeztek egy-két előadást, és aztán vége volt. És akkor egy nagyon sokáig ilyen hát nem túl népszerű, vagy hogy is mondjam, nem túl sikeres vállalkozásoknak a felderítésével foglalkoztam. De persze Molnár Ferenc az is érdekelt mindig. És amikor ezt az írást elkészítettem Zilai Lajosról, akkor eszembe jutott, hogy ugyanez a bárdos hagyaték most került elő, de én már kaptam 20, vagy inkább 25 évvel ezelőtt Amerikából egy hagyaték részt, és abban volt Zilai Lajosnak egy levele. És mindig azzal akartam foglalkozni, hogy Zilahi és Bárdos, tudtam, hogy jóba vannak, és Zilahi egyébként is érdekelt engem már korábbról, mert már az egyetemi években is írtam egy dolgozatot a Fehér Szarvas című művéről, ami egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy ilyen a déli bábos őskeresésnek az egyik nagyon érdekes megnyilvánulása. Tehát, hogy Zilahi mennyiben próbált beilleszkedni abba a társadalomba, és mennyire próbált kívülállóként, kritikusként viszonyulni ehhez. Tehát mindig volt Zilahiban egy ilyen... Hát biztos azt tudják, hogy amikor a szovjetek megérkeztek Magyarországra, akkor írt egy olyan novellát, hogy a katonának angyal arca van, vagy valami ilyen hasonló. És aztán másnap ellopták a kabátját, és akkor valaki kérdezte tőle, hogy és akinek a kabátot vitte, annak is angyalarca volt. Tehát volt benne Zilahiban mindig egy ilyen kettősség. Szóval hát, na, most nem tudom, tehát hogy válaszoltam a kérdésre. Akkor a magyar szakról. Hát igen. És akkor történelem is volt a másik szak, és hát akkor ugye azt is akkor legalább lehet valamire használni, nem...
Egyszerűen a magyar és a történelem közül oda tetted a színházat, hát igen, és akkor ilyen egyszerűen jött létre. És fölfedeztél, vagy látsz fölfedezni valót a sikerdarabok között, akik mondjuk Molnárhoz méltóak? Ugye mostában játszanak Tersánszkitól ilyen népszerűbb darabot, Vaszari Jánostól. Van, akit érdemes lenne nagyon fölfedezni? Hát nem tudom, hát szinte már mindenkit felfedeztek, vagy próbáltak felfedezni. Nagyon nehéz ezeket a sikerdarabokat ma már előadni, mert egy jó része a darabok problematikáján ma már egyáltalán nem az. Tehát a viccek ugye elavulnak, olyan utalások vannak, amelyeket nem lehet érteni, nem nagyon lehet érteni, de biztos, hogy még azért lehetne. Például Zilahit biztos, hogy jóval több Zilahi darabot lehetne játszani, mint amit mondjuk mostanában műsorra tűznek. Hát Herceg Ferencben nem vagyok annyira biztos, hogy Herceg Ferenc... Ott a kék róka. Hát igen, ugye a kék róka az teli találat, de a többi darabja az már lehet, hogy nem. Hát Vaszari János is egy érdekes szerző, vele se foglalkozott senki. Neki is vannak olyan művei, amelyek akkor nagyon hatásosak voltak, és foglalkoztatták a közvéleményt. Tehát ugye a színháznak az a baja, hogy azt nem lehet ilyen lábjegyzetekkel játszani, mint a műveket. Tehát kiadnak egy regényt kommentárokkal, az remek, mert az olvasó eligazodik benne, meg utána néz. De ugye a színpadról azonnal kell a hatás, és ott nem lehet nagyon magyarázkodni. Tehát hát ennyit tudok erre mondani. Hát Molnár Ferenc az igen, azban vannak. Bár ugye az is nagyon érdekes, hogy például az Ördög című darabja, amiről mindenki felhördült, hogy micsoda merész, hát ma már unottan nézik, és már a rendező nem tud mit kitalálni, de most már ugye nem az a kérdés, hogy a belépő alatt mesztelene a színésznő, vagy nem, hanem most már látjuk a színésznőt így is, úgy is, amúgy is, és hát még sincs már benne az izgalom, vagy még sincs benne az a merészség. És akkor te elég nagy távlatban látod a színházi életet, hát a történeti távlatban. A mai színház is izgat annyira, mint a történet, és milyennek látod a mai színházi életet? Hát a mai színház nem annyira izgat sajnos, mint a történet. De ez minősítés is? Nem, ez az én hibám, az én hibám, hogy nem izgat annyira. Vannak persze jó előadások, meg vannak érdekes színházi kezdeményezések, és hogy van, amikor elmegyek, és nagyon tetszik is. De azt hiszem, hogy nem, a kortársak nem nagyon tudják megfogalmazni azt, hogy az a színház, az ki, persze meg tudják fogalmazni, hogy ez milyen, csak mondjuk, hogy tehát így a történetiségbe helyezni, azt nagyon nehéz. Tehát mondjuk még egy 30 évvel ezelőtti színházról is nagyon nehéz nyilatkozni, hogy az, amit mondjuk én láttam. Ugyanakkor úgy vélem, hogy sokkal kevesebb lesz a forrásunk a mai színházról, és sokkal nehezebb lesz majd megírni. Igaz, hogy vannak felvételek, de a felvételekben van azért valamilyen csapda is. Mert képtelenek leszünk elvonatkoztatni attól, amit látunk. És most mondok egy példát, hogy a Taub János féle 72 katona, hát óriási élmény volt, és most hiába nézem meg a videófelvételen, szinte nem lehet rajta mosolyogni se. És akkor ugye azt mondjuk, hogy ez mitől volt siker, és begörcsölünk, és akkor azt mondjuk, hogy ott hülye volt mindenki. A néző, a kritikus, tehát amíg mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, egy 50 évvel ezelőtti előadás esetében elfogadjuk a kritikákban, vagy hogy is mondjam, a jó kritikákat, meg a rossz kritikákat egyensúlyba tudjuk állítani, a fényképek, a díszlettervek, a visszaemlékezéseket valamennyire rendszerezni tudjuk, és akkor kialakítunk róla egy képet. De ha azt látnánk azt az előadást, ha véletlenül, akkor lehet, hogy az egész megdőlne, és nem értenénk, hogy történhetett, hogy ennek ilyen nagy volt a sikere. Tehát egy kicsit én ezt érzem, de persze ez nem,
ez lehet, hogy csak az én, ez az én véleményem és az én lustaságom, de persze hát azért véleményem van a színházról, tehát hogy az biztos, hogy a színháztól azt várjuk el, hogy az egész társadalomnak egy élményt adjon. És most már nem tud egy társadalomnak élményt adni, mert most már nincs, hogy a társadalom. Tehát vannak bizonyos rétegek, akik bizonyos színházhoz vonzódnak, és azok a rétegek ebben a színházban találnak valamit. Most mi az, hogy ma, hogy népszínház? Most színházi vállalkozás-e a lovas színház? Színházi vállalkozás-e az alternatív színházak, ahol olyan avantgárd műveket adnak elő, amelyeknek nincsen története, vagy nincsen egy igazi színmű, amit bemutatnak. Tehát ugye csupa kérdés. Tehát az látszik, hogy az, ahogyan mondjuk a görög kor színházát nézzük több ezer évről, vagy ahogyan a 19. századi magyar színházat nézzük, úgy nem tudjuk nézni a mai színházat. És ez szerintem megzavarja a szemlélőt is, a kritikust, vagy az elemzőt, vagy a színháztörténet is megzavarja, meg megzavarja az alkotókat is. Hiszen persze erről az alkotókat kéne elsősorban megkérdezni, de valószínű, hogy minden alkotó azért úgy áll a világot jelentő deszkákra, hogy az egész közösséghez szóljon, és nem érti, hogy miért nem jönnek a nézők, vagy szóval, na mindegy, de én azt gondolom, hogy egy kicsit ez nem a színházi kor. Hát az egész kultúra tulajdonképpen hát ilyen helyzetben. Sírathatjuk persze, igen, azt is, igen, de nem, most nem síratni akarom, vagy ne értsenek félre, csak a, hát hogy is mondjam, a nem kételyek ezek, hanem nem, talán ilyen tapogatózások, hogy lehet a mai színházat leírni, vagy hogy lehet majd leírni a mai színházat. Nem lesz egyszerű. Hát nagyon köszönöm mindkettőtöknek, és akkor egy zárszóra visszaadom a szót a főszerkesztő úrnak. Köszönöm szépen. Én is a beszélgetést és számos olyan problémát fölvetettetek, amelyre én is szívesen reagálnék, és szerintem a közönség is, úgyhogy mindenkit most arra kérek, hogy ne menjen haza, hanem egy kocintás erejéig maradjon velünk, és olvassa a Magyar Művészet márciusi számát. Néhány írást még hadd emeljek ki zárásképpen. Ugye nem véletlenül van a borítón egy Schrammel Imre kerámia. Ugye Schrammel Imre naplójából egy hosszabb részleteket közlünk Dvorszky Hedvig előszavával. Egy nagyon izgalmas beszélgetés olvasható még Angi István nemrégiben elhunyt zeneesztétával, aki egy sajátos magyar zeneesztétikát, egy kantiánus alapú zeneesztétikát dolgozott ki, és ennek a részleteibe avatja be az olvasókat, vagy kiemelem még Bui Ferenc írását, aki a 80 éves László Andrást köszöntve a magyar tradicionalizmus problémáit tárja föl, vagy akár ugye állandó szerzőnk, szerkesztőtársunk Fülöp Józsefnek a szemle, külföldi szemle rovatában, amelyben Werner Herzog dokumentumfilm rendező művészetével foglalkozik, tehát sok-sok egyéb színfolt is megtalálható ebben a számban, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.